Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál arról van szó, hogy mire kellene odafigyelni, milyen fontos események történnek a közeljövőben. És megnézzük azt, hogy mit közölnek a kártyák. Itt látható ez a levél, tehát egy hír, útban van hozzád, hiszen itt látható, hogy valaki jelentkezik nálad. Viszont valami blokkolja még ezt az ismerőst, hiszen itt van a koporsó, amikor vársz ugyan erre a levélre, vagy egy dokumentumra, vagy egy szerződésre, de még nem történik semmi. Sőt, ez a könyv jelentheti a zárkózottságot, vagy a titkokat, hogy valaki eltitkol előled valamit. Ez lehet itt egy örökösödési ügy is. És itt ez a szikla jelenti azt, hogy valami blokkolja őt. Ha szerződésekről van szó, ez a szerződés útban van hozzád, de késlekedni fog. Ez a könyv jelentheti a tudást, vagy egy tovább képzést is, és itt a fa jelentheti a gyógyító erőt. Lehet, hogy ezen a területen lesz a tovább képzés, ezen a területen szeretnél dolgozni, és ez a könyv meg a koporsó jelenti a bölcsességedet, ezt a régi tudást, és itt tényleg gyógyító erőről van szó. Ha ezen a területen szeretnél dolgozni, akkor ez a lovas férfi jelenti a mozgást, utalhat rád is, akkor is, ha te egy hölgy vagy, hogy megvan arra a lehetőség, hogy kezedbe vedd a dolgokat, hogy előre menjenek az események. Ebbe az irányba ki tudod bontakoztatni magadat. Itt van hozzá a remény, és ez a virágcsokor, ez utalhat olyan gyógyító irányra, amikor növényekről van szó. Itt ez a hajó jelent külföldi kapcsolatokat, vagy utazásokat is, és itt ez a mozgás lehet egy utazás, azt is jelenthetik a képek, hogy valaki közeledik hozzád külföldről, és meglátogat téged, hiszen itt a ház utalhat a te otthonodra. Persze ez a ház lehet egy ingatlan is, például külföldön. És itt a halak jelentik az anyagiakat. Ez jó áron bérelhető vagy megvásárolható, és itt a gyűrű jelent akkor bizonyos szerződéseket. A virágcsokor egy jó hírt vagy egy szép otthon kiépítését, egy szép környezetet, és a fa jelenthet erdőt a közelben, itt a hajó jelenthet patakot, vagy egy tót a ház közelében. És itt ez a szikla lehet egy hegyvidék is. Akkor kihat erre az utazásra, esetleg erre az ingatlanra. Amit itt a kártyák még jelenthetnek, a hegy, az ő hideg-rideg tartását, vagy valami, ami őt blokkolja, hogy írjon neked, de ez lezárul, hiszen a koporsó ezt lezárja. A hegy jelenti a téli hónapokat is, hogy akkor lesz egy új irány, tanulsz valamit, lehet iskolázás is. Ami a szerelmet illeti, ezt jelenti ez a szív, itt le tudtok gyökerezni, meg lesz a kapcsolat, sőt, lehet egy eljegyzés is,
Vagy a gyűrű jelenteti azt, hogy valaki visszatér hozzád, mert szeret téged, és akkor ez az utazás jelenthet egy belső utat is, egy lelki kapcsolatot kettőtök között, és le tudtok gyökerezni ebben a párkapcsolatban, sőt, a ház jelenthet egy közös otthon tervezését, vagy megvannak az alapok arra, hogy itt legyen egy komoly párkapcsolat, és a halak jelentik az anyagiakat, de a belső értékeket is, hogy ez a kapcsolat, ez a szerelem értékes számodra, vagy értékes számára. A virágcsokor jelentheti a te nőiességedet, szépségedet, vagy egy meglepetést, egy ajándékot, és ez az ajándék útban van hozzád, a pénz is útban lesz hozzád, hiszen lesznek nyeremények. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!